Papa, remélem most már belátod, hogy nyugodtan elhagyjuk ezt a két lovat is. Ne csak ne bánd a lovakat. Lovak nélkül a te dél nagyapád sohasem alapíthatta volna meg ezt a vállalatot. És vedd tudomásul, hogy az emberiség... Tudom. Az emberiség az egész kultúráját a lovaknak köszönheti. Hát miért? Hát az a Hannibal lóháton egész Moszkváig el tudott menni a seregével. Na de soha nem Hannibalból, hanem Napóleon. Ki? Napóleon. Hát az sem jött odáig, Taksin. Jó reggelt! Na, mi újság, Benedek? Kérem, Schneider úr, a baromfi szállítás kalkulációjában valami hiba van. Már számtalanszor megmondtam magának, hogy a külföldi szállításokat a lányom intézi. Igen, kérem, de ez belföldi. Igen, azt is ő intézi. Mi azt kérem? Mutassa csak? Hát először is a hiba a számításban van. Nem, kérem. A hiba ott van, hogy maga már megint ebben a ruhában jártál. Tényleg, Terkotis asszony, ennél a tételnél itt 100 pengős a differencia. Hallatlan, még csak nem is borot változott. Hát igen. Mondd kérlek, mit akarsz ettől a fiútól? Na de papa, ő nem fiú, hanem egy üzletvezető, és egy üzletvezető nem járkálhat így. Be. Hónaptól kérem csak, díszmagyarba jöjjön bedolgozni. Van sarkantyúja? Van. Azt is vagyok ő. Sarkantyú nélkül nekem fuvarlevelet be ne hozzon. Kérem, kerestesse ki a megrendelő lapot. Papa, te pedig indulj haza, én is megyek mindjárt, csak ezt a dolgot elintézem még a Benedek úrral. Isten áldjon bennőtöket. Nagysága! Telefon! Halló? Schneider villa? Schneider mi asszony? Bruckbauernél vagyok. A fogadáson találkoztunk a múltkorjában. Ó, igen. Jól hallottam, hogy beköltöztek végre? Igen, kérem, néhány hete. A legutóbbi találkozásunkkor a segítségemet kérte. Szükségük van még az új lakájra? Ó, hát természetesen. A régi mindenes már nem bír el mindent. Mindenes? A komornára gondoltam, minden az ő nyakába szakad. Tudom, nagyon nehéz megfelelő személyzetet találni. A maguk társadalmi helyzete megkívánja, hogy vendégeket fogadjanak, estélyeket adjanak. Ó, kérem, minden héten estét adunk, van úgy, hogy kétszer is. Értem én, kérem, terkalányok is éppen eladósorba került, jöhetnek a gavallérok. Nem kérem, csak egy jöhet, a főtanácsos úr unokaöccse udvarol neki. Hát akkor ajánlom szíves figyelmébe Acsai Hippolitot a lakályt, aki 17 esztendeig szolgált a grófiknál kifogástalanul. Valóságos kincs. Hát gondolom, ha nekik megfelelt. Kérem, hát hogy ne felelne meg nekünk is? Minden tekintetben tökéletes választás. Ízlés, előkelőség, jó modor. Ó, kérem, hát el tudná intézni. Hát vegye úgy, hogy már el is intéztem. Küldhetem? Igen, kérem, Schneider villa. Hát tudom. Viszont hallásra, Bruckbauern Erné, köszönöm szépen. Nagyon szívesen tettem. Remélem valamelyik estén majd személyesen is találkozunk. Viszontlátásra! Júcsa! Megjött a nagyságos úr! Nagysága! Megjött a nagyságos úr! Jaj, végre, Júcsa! Akkor ebédelünk! De Telka kisasszony még nem jött be! Ha?
Szervusz, mama! Na, mi van, mi van? Már megint telefonálsz? Szervezkedsz, rendelkedsz, konspirálsz? Mitől már megint investál? Hát mondd, mire készülsz már megint? Na de, papa! Tudod nagyon jól, hogy holnap után jön hozzánk a főtanácsos úr vacsorára. Hát egy ilyen eseményhez meg kell teremteni a feltételeket. Ha én egyszer estét adok, papa! Tudod mit, mama? Te ne estét adj, ha nem adj inkább egy kis sört. Na. Tudod nagyon jól, papa, hogy a mi társadalmi helyzetünk, a mi pozíciónk, hát igazán megengedi, hogy előkelőbben éljünk. Már megbocsáss, mama, de én demokrata vagyok. Én nevelt az apám, az öreg apámat is, a dédapám. Első Schneider Mátyás, aki már 1867-ben C-mester volt Késmárkon. Figyelsz rám, fuvaros C-mester. Tudod te mi ez, mama? Hogy akár az összes teherszállító autómra kiíratottám, hogy Schneider Mátyás teherfuvarozó vállalat alapítatott 1867. Egészségedre, mama! Vigyázz, papa! Hát még lecsöpögteted a szőnyegre! Hát ne félj te engem! Nem a szőnyegre csöpögött, hanem a nadrágomra. Többször nincs, mama? Hát, ezt odaadhatom, papa. Az nem kő. Az a tiéd, ami a tiéd. Az meg a tiéd. De lenne ezen kívül még egy pohárom. Hát, van, papa, éppen tudok adni, de hát azt félretettem a terkának. Terkáé? Igen. Az más, barátom, azt ne bántsuk. Ami a terkáid, a terkáé. Hadd jön az a lány, hadd hízod, úgyis eleget gürcöl. Gürcöl? Hát. Hát minek gürcöl? Hát mi igazán mindent megadunk a lányunknak, ami nekünk nem adatott meg. Csak hogy ő inkább a cégnél gürcöl. Nem az öt órai teán, az uszodába, meg a teniszpályán. Pedig az a Benedek István mindent megcsinálna helyette. Benedek István? Hát nem tetszik én nekem ez a Benedek István. Egy ilyen sofőr, egy ilyen senki. Csak ne járkáljon a terka után. Hallod-e te, mama? Az a Benedek István nem senki ember. Az a Benedek István kemény legény, dolgos legény. Neki vannak a legjobb ötletei. És aki megnéz, hogy mi volt az én vállalatom ezelőtt másfél éve, amikor ezt a Benedek István magamhoz vettem, és micsoda ma? Adj még egy kis sört, mama, és ne bárd azt a Benedek István. Nem tetszik én nekem az a Benedek István. Túl sokat jár ez a terka nyakára. Egy Schneider Mátyás lánya, papa, akiért majd meghal a szerelemtől egy főtanácsos unokaöccse. Na? Tudom, a makacs. Makács, papa? Makács? Ja, pláne, mert ha még a makacs volna, annak volna valami értelme. Vagy makacs, vagy takács. De se nem makacs, se nem takács, hanem makács. Egy makács Csaba. Hát, azt hiszed, hogy imponál nekem az a név, hogy Csaba? A Csaba az nem név, barátom. Csaba az egy vasúti csomópont. Papa, egy alsó böszörményi, kispérci és makácsfalvi. Na? Na látod. Nem bízhatom a lányomat olyanra, akire még azt sem tudjuk, hogy hol való. És ha még egyszer még látom a terka körül legyeskedni, hát iszok egyet. Papa, no, hát ne felejtsd el, tudod, ennek a nagybátyától függ a városi szemétszállítás. Hát a szemétszállítás az már igaz. Na ugye, na végre. Jézus Mária, papa, mindjárt itt a makács, és még nem is ebédeltünk. Hát, hol marad már ez a terka? Mindjárt szólok a Julcsának. Julcsa! Jaj. Ami a mamája, az a mamája. Ami a terkája, az a terkája. Ami az enyém, az meg az enyém. Olyan jó. Kezét csókolom, papa. Hol késtél, terka? A mama már nagyon aggódott miattad. Na, végre, terka, hogy megjöttél. Hát és a makács? Hát a makáccsal el kell.
kerültük egymást. Nagyságos úr, kérem, tálalok! Na, végre egy okos szó. Mi teszünk, Júlcsa? Libas ültet, nagyságos úr, kérem. Majd hozzon hozzá egy pár fiatal hagymát. Hagymát a libához? De lehet össze egy pár idősebb is. De mit fog szólni a nagyság? Ha majd elfordulok tőle. Jaj, elhettem a sorát. Megbeszéltitek, hogy teniszezni mentek, nem? Hát az túlzás, hogy megbeszéltük. Csak te beszélted meg vele, de én mások teniszeztem. Nem megmondtam már ezerszer, hogy nem tűröm az asztalnál a hagymát! Ne. Majd ezért túl Ibolyával, még kökörcsinnel fogom enni a libasültet. Ebben az égyben igaza van a mamának. Ezt megkapod, te vagy a leggazdagabb lány Pesten. Na de papa, egy ilyen szemétszárítás miatt én már nem is hiszek ebben az egész koncepcióban. De én hiszek. Hát akkor menj vele teniszezni, te. Teniszezni, az is egy sport. Alsózni, ha mert, tönkre vere. Hipodró! Micsoda? Hipodró! Mi az? Kint van egy úr, azt mondta, hogy jöjjek be, azt annyit mondjak, hogy hipodró. Na jó van, de hát mi a neve? Azt nem tudom. Csak annyit mondott, hogy hipodró. Talán Hippolit? Az lehet. De annak úgy semmi értelme nincsen. Te mama, ki ez a hippodró? Hát, papa, felvettem egy inast. Micsoda? Egy inas? Egy komornyikot? Nem komornyik, inas! Remélem, papa, nem haragszol? Én? Dehogy is haragszom, de úgy rúgom, hogy a lábas éri a földet. Dehogy rúgod! Hát 17 évig szolgált egy grófi háznál. Meg akartalak letni, papa. Sikerült, mama. Sikerült. Hát itt az ideje, hogy változtassunk az életmódunkon. De az Isten áldjon meg, mama, egy komornyi a mi környezetünkben. Hát, mit akarsz te a mi környezetünktől? Hát, 8 szava. Szép bútorok! Hát, na meg a képe, a Vezúv kitörése. Hát nem mondom, az az első Schneider Mátyás képe elég ócska. Meg ez a sok fiókos szekrény is. Hát hát arról első látásra látni, úgy örököljük meg az első tulajdonostól, abba a pillanatba dobjuk ki, ahogy akarjuk. Tóbiás! Igen? Legyen szíves, hívja be az urat, papa! Te meg vedd fel a zakódat, Ingújban nem fogadhatod. Ki akarja fogadni? Ahogy kirogom, hogy lábos érni a földet, már biztos. Vedd fel a zakódat? Imád el! Na. Végre. Nagyságos uram, asszonyom, kisasszony. Szabad segítenem, nagyságos uram? Köszönöm, köszönöm. Tessék helyet foglalni. Köszönöm, nagyságos uram. Köszönöm. Egy szóval, kegyed az? Parancsára, nagyságos uram. És hogy is hívják csak magát, barát? Hipolitnak szolgálatára. És a keresztneve? Azt mondtam, kérem, Hipolita a keresztnevem. Acsai Hipolit szolgálatára. És mondja, ön akkor belép hozzám? Parancsára, nagyságos asszonyom. És mondja csak. Miért el a gróf égtú? Bizonyos differenciák merültek fel, kérem. Anyagiak? Ó, nem, kérem. Erkölcsiek, de azok is csak később. A gróf úrék háza régi úri ház volt, ahol anyagiakról nem esett szó köztünk. Igazán! Na is beszéljünk róla! Valóban, nagyságos az uram és asszonyom, hiszen az ember úgysem kér többet, mint ami jár. Ami jár, azt meg úgyis megkapja. Örülök, hogy erről nem kell egymással több szót, mert veszítenünk. Minden el van intézve, ha jól hallottam.
Ó, kérem, ne izguljon annyira. Hát tudja, az anyagiak azok már el vannak intézve. El vagyunk intézve. Mert mondjon akárki akármit, de azt senki nem mondhatja, hogy az én házam nem úri. És pláne, hogy nem régi. Mert akinek az egyik őse, első Schneider Mátyás, már 1867-ben jelentős állást töltött be. Talán a diplomáciánál, nagyságos asszonyom. Majdnem volt, ott a képen. Az úra kezével az ostorral? Azt barátom, hát igen, az ústor az határozottan a kezében van neki. Szabad ebből arra következtetnem, hogy szenvedélyes úrkocsis volt az illető? Szabad, barátom, szabad. Úrkocsis volt, határozottan az volt, ugye, mama? Igen, úrkocsis volt, úr. Régi, szép családi kép, ha jól látom, a Mányoki iskolából való. Csúdigen, mama, vas félemesüle várdortin Mányok? Ádám Mányoki ist einer der größten Gestalter ungarischer Malerei. A németül is tud. A szót sem lehet majd előtte beszélni. Hogyne, Mányok? Én mondtam mindig nektek, hogy egy nagyon szép, régi, értékes kép ez. Csak tudja... Hát ugye néhány hete költöztünk csak ebbe a villába, és vannak egyes lim, lomok, amik az előző tulajdonostól maradtak ránk, nem is érdemes róluk beszélni, ugyebár, de hát van itt más is, ott van például az a kép, a Vezúv kitörése. Valóban, nagyságos asszonyom, ezzel meglátszik, hogy olyan lim, lom első ránézésre kiderül, hogy semmi értéke nincsen. Limlom! Limlom, ugyebár? Kicseréljük! Hát, épp az előbb mondtam, tudja, a családomnak, pont mielőtt bejött az imént, hogy egyes bútorokat ki akarok cserélni. Hát ott van például ez a sok fiókos izé. Erre a sok fiókos szekrényre gondol, nagyságos asszonyom? Igen, szép darab, 19. század első fele. Talán még mahagóni is érdemes megtartani. Hát igen, érdemes, igen, megtartjuk. És mi a véleménye a többi bútorról? A többi bútorról, nagyságos asszonyom. Bizonyára ugyanaz, mint nagyságos asszonyomé. Igen, kérem, azok valóban nem eladni valóak. Szó szerint így van, nagyságos asszonyom, nem éri meg bajlódni az eladásukkal. Ki kell hajítani az összeset. Semmilyen jelentős értéket nem képviselnek. Esetleg, ha ajánlhatom valami, egyszerűbb filiszter familiának oda lehetne őket ajándékozni. Hát igen, odaadni mindent filiszteréknek, mindent odaadunk filiszteréknek. Kérem, barátom, van önnél notesz? Ó, hogy ne, nagyságos asszonyom. Igen, kérem. Hát akkor csak jegyzeteljen le, hogy mi marad itt. Igen. Tehát akkor, hogyha jól értettem, marad az úr az ostorral és a sokfiókos szekrény. Hát igen, akkor ez esetben marad az úr az ostorral és a sokfiókos szekrény. Ha a nagyságos asszonyom méltóztatik megengedni, a többit én el is fogom intézni az ekkerés társával. A konkurenciával? Kérem, az ekkerés társa régi megbízható cég, a gróf úr is mindig velük szállítatott. Hát legyen nyugodt az enyémeket! Is, ő fogja, papa. Jó. Nyugodj meg, papa, kérlek. Nem fogjuk csak saját magunkat szállítani, na. Hova? Papa. Igen, kérem, mondja, hány szoba volt a régi gazdájánál? 7, nagyságos asszonyom. Hát, vegye tudomásul, hogy így 80. És mindet körbe fogja járni, és mindet ki fog dobálni. Értem, nagyságos asszonyom, tehát akkor a bútorokat ki fogjuk cserélni. Javasolhatok olasz reneszánsz. Olasz?
Rezonansz? Esetleg barokk? Nagyon előkelő stílus, kérem. Ó, hát igen, a barokk az nagyon-nagyon előkelő stílus. Hát nem beszélve az ön stílusáról, kedves Hippolyt. Köszönöm, nagyságos asszonyom, valóban elvadult rossz világot élünk, ahol fehér holló a jó modor, és bizony a durvaság, a rossz ízlés honol mindenfelé, de én feltettem magamban, hogy megőrzöm a régi stílt, s óvakodom attól, amit az erkölcs tilt. Nagyon, nagyon igaza van, kérem. Akkor én most mindenfel is jegyzek, nagyságos uram. Jegyezze csak, barátom, jegyezze! De mit is akar jegyezni? Ha a méltóztatik megengedni, akkor a napirenddel kapcsolatban. Aha. Tehát, mikor a parancsolja a fürdő, nagyságos uram? Há, én részemről vasárnap. És hétfőn. Igen, kérem. Hány órára parancsolja, nagyságos uram? 8-ra. Igen. És a hét többi napján? 8:45-re. Értem, kérem. És nagyságos asszonyom? Hát én, kérem, én a férjem után szoktam. Értem, kérem, tehát ott 8:45-kor. Reggelit az ágyban méltóztatnak kérni, vagy a fürdőben? Az ágyban. Meg a fürdőszobában. Mindenhol legyen reggeli. Igen, kérem. És hány órára szokott jönni a masszőz? Kicsoda? Tudod, a masszőz, aki minden nap ide jár, tudod? Ja, az jön, az jön. 9-re. Este 9-re. Reggel 9-re. Reggel 9-re. Azt kérem, az ha jön, az ha megígéri, az jön, azt kérem, az egész nap itt van. Sokszor itt is alszik. Értem, kérem. Nagyságos asszonyom ugyebár diétát tart. Mit kérem? Fogyókúrát. Igen, persze, hogy le. A diéta ellenőrzését tessék nyugodtan rám bízni. A nagyságos asszonynál is én voltam érte a felelős. Ha jól emlékszem, 2 hétig mindössze némi saláta és uborka, reggelire pedig 1 pirítós és 1 alma jár. 1 alma? Valóban, nagyságos asszonyom, ne feledkezzék meg róla, kérem. Nagyon helyes! Úgy kell veszi! Velem majd később egyeztessen. Ahogy méltóztatik parancsolni, kisasszony. Szabad megtudnom, hogy este béd után előkészítsem-e a smokingot, avagy a frakkot? Frak? Smoking? Minek? Gondoltam, talán páhujuk van nagyságtoknak valahol. Nem, nem kérem, nem, páhujunk az nincs, de a frakot azért csak egész nyugodtan készítse ki. Mert tudja meg az egész világ. A Schneider család nem volt, hanem lesz. Ah, mérnök úr! Kérem, uram, összetéveszt engem valakivel. Ó, már hogy téveszthetném össze előző gazdám, a gróf úr, legkedvesebb ifjúkori barátját bárkivel is, hisz hát immár 17 esztendeje ismerjük egymást. Kérem, Hippolyt! Erről itt egy szót se. Remélem, számíthatok a diszkréciójára. Mérnök úr? Itt nem vagyok mérnök, csak egy egyszerű sofőr. Sofőr? Mérnöki diplomával? Igen, sofőr. Hiszen tudja, Hippolyt, manapság nagyon nehéz munkát találni. Különös az ember végzettségének megfelelő munkát. Úgyhogy sofőr. Legfeljebb üzletvezető. Benedek István, Schneider-féle fuvartelep. Értem, mérnök úr. Ne vigyorogjon, Hippolyt, mert nem érti. Megbocsát, mérnök úr, értem. A Terka kisasszony nagyon csinos. Jaj, Hippolyt, maga túl sokat jár moziba. Én egyszerűen csak beálltam a Schneider-féle fuvartelepre, mint sofőr. Aztán egyre több feladatot kaptam a szállítások szervezése terén. Most már, mint üzletvezető dolgozom itt. Értem. Számíthat rám, mérnök úr. Akkor Hippolyt, hagyj kérjem meg, hogy ne mérnök urazzon itt. Na de hát kérem, hát négy szem közt sem. Négy szem közt meg pláne.
és remélem megértette, hogy az erről az egészről itt egy szót se senkinek. Parancsára mélem, üzletvezető úr. Jó napot, Benedek! Á, kezét csókolom, telka kisasszony! Á, igazi Sipolit kérem, legyen szíves, mondja meg a papának, hogy a mama és Makács úr a szalomban várják. Parancsára, kisasszony! Mondja csak, itt vannak az akták? Igen, ahogyan parancsolni tetszett. Megnézte a kazaliszti kastélyt? Sok bútoruk van, ugye? Aj, nem csak az a baj, hogy sok, hanem egy őrült monstrum bútorok. Ki kell majd számítani, hogy hány kocsi kell? Egyedül az ebédlőnek kell egy 8 méteres kocsi. Csupa öreg régi bútor, hatalmasok, francia barokk, olasz reneszánsz. Tessék! Semmi, csak folytassa. Van aztán egy férfi háló, egy női háló, két vendégháló. Az egyik vendégháló intarziás hollandi, a másik égetett stájer parasztbútor. A férfi háló késői barokk. A női hálóban van egy gyönyörű 15. Lajos korabeli francia ágy. Két személyes. Az valóban gyönyörű lehet. Majd megnézem. Igen. Van aztán továbbá két velencei tükör, egy murálnói üvegcsillár. Mondja csak, honnan veszi maga az ilyesmit, hogy murálnói tükör meg üvegcsillár? Hát látom. És hol tanulta a késői barokkot és az égetett stájert meg a reneszánszt? Hát ugye, ha az ember jobb helyeken volt sofőr, akartam is mondani, hogy unom, hogy mindenhová maga sofíroz. Szeretnék megtanulni vezetni én is. Hajlandó nekem egy-két órát adni? De hát miért nem jó az magának, hogyha én vezetek? Mert nem. Nem akarok függeni senkitől. Megtanít vezetni, vagy sem? Hát, tőlem akár kezdhetjük is, Terka kisasszony. A tanulást. Hát most nem érek rá. De talán vacsora előtt még értem jöhetne. Boldogan, telt a kisasszony! Jó, papa, remélem, jól sikerül ez az estét. Jó, annyi készülődni valóban. Csöngettek, mama. Ezért csókolom, nagyságos asszonyom. Jó napot, Makács úr, kérem! Jó napot, uram! Jó napot! Mi van? Mi az, hogy mi van? Sajnos, most Terka lányom nem tud csatlakozni hozzánk. Fontos üzleti tárgyalása van. Hát, majd később reméljük jön, addig csak így magunkban szórakozhatunk. Ó, hát én telt a kisasszonyra, akár életfogytig is tudnék várni. Milyen kitartó? Addig talán mesélek néhány viccet. Jó. Amikor a tanító bácsi az órán magyaráz a gyerekeknek, Móriczka tátott szájjal figyeli. Tanító bácsi rászól. Móriczka, nyitva felejtetted a szájadat. Tudom, tanító bácsi, én felejtettem nyitva. Jaj, nagyon jó! Igen. Vagy mondjuk mondok egy másikat. Amikor a zsidó utazik a vonaton... Na ne, ennek már szakálla van! Nem, kérem, ez borotvált képű volt. Jaj, nagyságos asszony, tálalva van az uzsonna. Na, végre egy első okosom. Igen, jó. Jöjjön, kedves Makács, a konyhába van terítve. Gyere már, öreg anyám, te is. Na. Hát jó, hát itt az előbb arról beszéltek, hogy pakolni kell, költözünk megint. Én nem tudom, de ha megint nagy a villába kell hurcolkodni, én azon mód beadom a felmondásomat. 8 szobánál többet, nem vállalok. Amíg nem szólnak én hozzá, nem nyúlok. És hozzá? Amíg nem szólsz, addig hozzád se. Na de most szólok. Akkor vegyél nagy levegőt, nyújtsa, hogy sokáig tartson.
kívánok ahhoz? Itt folyik itt, kérem. Hogy hívnak téged, lányom? Jucsának. Na és? Hát téged. Tóbiásnak miért? Ide figyelj, Jucsa és Tóbiás, mert nem mondom el még egyszer. Mától kezdve én vagyok itt a fő lakály. Vagyis a ti parancsolótok. Világos? Sorakozó! Figyelsz! Az első a figyelem. A második az előzékenység. A harmadik a jó modor. De mindenek előtt az engedelmesség. Megkezdjük a lakás átalakítását. Amire rámutatok, azt viheti. Ekker és társa, jöhetnek! Jócs a legfőjebb gyorsabban. Szerintem szemet vetett rád az a lópofa. Nem is lópofa. Inkább olyan szép, szomorú birka szemei vannak. Maradjál már, Jócs, mert hajat töplek, mint bikafarra az itatóvájú. Hát mit képzelsz te magadról? Hát én csak az, hogy most már belső komornya vagyok, és nem állok le egy ilyen sutyerákkal, mint te. Te nagyon beképzelődtél, Jócsa. Ha meglátod, egyszer úgy jársz, mint az a belindeki gazi dombrádon. Miért? Az hogy járt? Hogy? Gyalog. Hát nem emlékszel. Nem emlékszel a mi kis szülőfalunkra. Hogy nem emlékszel, hogy mit éreztél, mikor először vittelek az istálló megé? Dehogy nem emlékszem. Hát mit éreztél? Trágya szagok. Hát de ugye jó volt, Júcs. Jó. Na, hát a nótákat azt elfelejtette. Dehogy felejtettem el, te barom ember, csak cukkolla. Yeah.
Mama, az ember a saját házában nem ismeri ki magát. Mi történt itt? Na mit szólsz, papa? Milyen gyönyörű lett itt minden. Nézd, ezeket a kék, ez a csok. Jaj, papa, főtanácsos úr igazán nem panaszkodhat. Jó helyre fog nősülni az unoka öccse. A holnapi vacsorán ki fogjuk ugratni a nyulat a pokorból? Mi a nyulat is vettünk? Te, papa. Na. Nem kellene még egyszer felhívni? Hát próbálkozzál vele. Na, mit állsz itt ilyen szerencsétlenül? Menj és vedd fel a smokingodat. Mindjárt szervírozzák a szupét. Nem ülhetsz kingújban az asztalhoz, vedd fel a frakkodat! Mit csinálnak a micsodával? Szervírozzák a szupét. Tudod, papa, hát tudod, a gróf is minden este. Hát a gróf engem egyáltalán nem érdeke, a smokingot pedig nem veszem fel. Hát pedig én, hát nézd meg. Látom, nagyon csinos vagy. Igen. Hát, ide hallgass, mama. Az, hogy kidobáltátok a gyönyörű bútorainkat, és nem ismerem ki magam a saját lakásomba, rendben van. Az, hogy most szupénak nevezed a vacsorát, rendben van. Az, hogy most egyszerre Mátyásnak nevezel, rendben van. De hogy én a saját marha pörköltem tiszteletére fölöltözzek, na az már nem. Soha többet, érted? Ebből elég volt, soha! Mátyás! Na. Felveszed a smokingodat! Veszem már, mama, veszem. Hagyja már abba telt a kisasszony. Miért nem beszélget velem soha? Hát nem látja, hogy mondani szeretnék valamit. De látom, Makács úr, látom. De előbb én szeretnék mondani magának valamit. Remélem, megért végre engem. Thank you.
Hát mi lesz az esküvőnkkel? Ezt nem hagyhatom annyiban. Ha nem kell, virág, hát nem küldök többet. Nagyságos uram, szabad érdeklődnöm az esti program felől. Mi lesz este? Este? Paprikás csirke lesz, nem? Nem így gondoltam, nagyságos uram, inkább azt szeretném tudni, itthon méltóztatik maradni, vagy inkább a művészeteket pártfogója? Minek? Hát a művészeteknek a pártfogója, mert hogy bizonyos élemedett korban a gazdag előkelő férfiak lelkes pártfogói a művészeteknek. Minek? A művészeteknek. Annak bizony igen. Annak igen. Tehát akkor szabad a hölgy nevét. Na most minek kell ez? A gróf úrnál is én gondoskodtam virágról és apró figyelmességekről. Virág. Azt lehet. Azt lehet. Tehát a hölgy neve. Mimi. Kérem szépen, ismerem a hölgyet, az a kis tüzes szőke. Ha jól emlékszem, tavaly Rapaport báró barátnője volt. Nem tudom, jól vagyok-e informálva, nagyságos uram? Ajjaj, jobban, mint én. Tehát a hölgy telefonszám, megvan. A hölgy... Na mennyi, tessék, mennyi. 4:35. 15. 4:35. 15. Stimmel. Akkor én rögtön fel is hívom, kérem. Nem. Isten őrizd, nem. Itt nem a gróféknál vagyunk. Itt egyszerű polgári morál van. Én nem szoktunk semmiféle kis mimiknek telefonálgatni. Értem, nagyságos uram. Mimi? 4:35. 15. Hallatlan. 4:35. 15. Egyelőre még nem rúgom ki ezt a Hippolitot. Haló, kolibribák? Haló, Mimi kisasszony? Kezit csókolom. Schneider Mátyás vagyok. Örülök, hogy a véletlen így összehozott minket. Hogy mit tetszik mondani? Hát ez nekem nagyon tetszik. Hát én is pont ezt mondom. Hogy hol? Kolibri bárba? Vagy a Hippolit? Ha nem volna tanácsos, az tanácsos úr. Igen, tanácsos úr. Így van, tanácsos úr. Hónap 9, igen, tanácsos úr. Minden jó, tanácsos úr. Viszont hallásra. Kezdjük csókolni. Na, mi újság, papa? Mit mondott a főtanácsos úr? Hát, mit mondott? Azt mondta, hogy ne persze, majd találkozunk. De eljön az estére? Hogy ne, mondtam már az előbb, hogy ne persze, eljön az estére, majd ráér. De hisz ez nagyszerű, ez remek! Hát, örülök neki, mama, hogy te ennyire örülsz! Hát, hogy ne örülnék, papa? Hát, én mondom, hogy örülsz! Hát, papa, miénk lesz a városi szemétszállítás? Terka lesz a leggazdagabb lány Peste! Micsoda élet elé nézünk, bálok estéje! Bizony! Micsoda élet elé nézek. Áj, papa, úgy látom, veled minden rendben van. Ide. De hozzám jön a tornatarágnő. Na is? Hát, azt mondta, le fog engem dolgozni 48 kilóra. Micsoda? Hallatlan! Hogy fog téged ledolgozni 48 kilóra? Jaj, papa! Reggel 5-kor kell kelni, aztán 2 óra uszoda, utána reggelire te a minden nélkül.
ebéd után alvás az nincs. Akkor mi van? Torna van, papa, torna, az van. Jaj, papa, itt is van, mindjárt, itt is van. Csak ügyesen, mama, csak ügyesen. Jó. Micsoda élet elé nézünk, micsoda élet elé nézünk. Jó napot kívánok, nagyságos asszony. Jó napot. Kezdjük a tornát. Mutatom a gyakorlatokat, tessék utánam csinálni. Terpeszállás, törzskörzés. Jó, mélyen hajolunk. Egy, kettő, három, négy. Jaj! Vissza is. Egy, kettő, három, négy. Jaj! Úgy bizony. Lábemelés következik. Előre, hátra, oldal, vissza. Másik lábbal is, előre, hátra, oldal, vissza. Jaj! Úgyni. Most pedig guggolás. Egy, kettő, egy, kettő. Jaj! Nem bírom. Dehogy nem. Olyan csinos lesz a nagysága az estélyeken, hogy az na. Még tizet kérek. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, tíz. Most pedig szétszórom az újság vasárnapi számán, és egyenként kell felszedegetni. Nyújtott térdel egyenként. Nézd, a vasárnapi! Úgy bizony. Nem volna elég mondjuk a keddi. Mindet fel kell szedegetni. Nyújtott térdel egyenként. Szó sem lehet a keddi számról. A héten a nagyságos asszony 18 dekát hízott. Szó sem lehet róla. Mire én felöltözök, addigra mi fel legyen szedve. Nyújtott térdel egyenként. Nyújtott térdel egyenként. Majd persze. A nagyságos asszony, egy alma reggelire, 18 deka. Az pont, egy alma reggelire. Persze, 18 deka, hízott. A nagyságos asszony, a múlt héten. Készen van? Van. Nagyon helyes. Most pedig megehet egy almát. De csak egyet. Holnap pedig ebéd után megyünk a hegyekbe sétálni. A friss levegő nagyon egészséges lesz. Viszontlátásra! Innen csak a szentközti rezeda fogadóból hoztam magamnak egy kis ennivalót, mert igen. Nekem kicsit túl könnyű ez a francia konyha. Nekem is, Tóbiás, nagyon könnyű. Nekem is. Lehet ennek a csodaszép sült húsnak ellenállni? Ó, nem lehet, Tóbiás, ennek nem lehet.
A múltkor is akkora fatányéros kaptam a rezedában, hogy akkora hús volt, hogy alig fért el a tányéron. Nagyságos asszonyom, szabad tudnom a ma esti programot. Itthon méltóztatnak maradni? Nem, Hipolit, nem maradunk itthon. Akkor bizonyára a színházba méltóztatnak menni, kérem. Igen, színházba óhajtunk menni, ugye, papa? Mi az? Mi az? Az operában a Toszkát játsszák, kérem, tudom ajánlani. A kedvencem, Hipolit, az a kedvencem. A baloldali proszcénium páholyt szívesen lefoglalnám nagyságtoknak. A gróf úr is mindig azt szokta volt használni. Szóval a gróf úr is. Hát persze, Hipolit, akkor csak foglalja le nekünk. Igenis, nagyságos asszonyom. Méltóztassanak, kérem, asztalhoz fáradni, a szupé tálalva van. A konyhába tálaltak? Nem, a szalomba fáradjanak asztalhoz, igen. Kérem. Már megint szupé. Elég volt ebből a szupé. Nagyságos asszonyom, Makács tekintetes úr van itt. Jaj, Makács úr, papa, gyere már! Hát itt van Makács úr! Már megyünk? Igen! Hát mindig itt van ez a Makács, hozzájön! Jaj, papa, tudod, hogy a terka! Na! Drága asszonyom! Makács úr! Ó! Nem virág, bombom. A szívembe zártam, Makács úr. Uram. Jó napot. Izé. Mi van? Mi az, hogy mi van? Mi van? Kérdeztem. Hát jöttem, Schneider úr. A kedves felesége felhatalmazott. Ha nincs más dolgom, látogassak el önökhöz. Aha. Szóval a feleségem hatalmazta föl. Azt mondja csak, tényleg nincs más dolga? Momentán. Nincs. Mert Isten őriz, hogy föltartsuk. Dehogy tartanak föl. De facto ide készültem. Mindjárt gondolom. Foglaljon helyet, Makács úr, hát foglaljon helyet. Én is. Ó, képzelje. Terka lányom szívélyes üdvözletét küldi önnek. És mit üzent még? Ó, hát mást is üzent. Ugye, papa, hogy üzent? Ha, miért, hogy üzent? De miket? De miket? Ha, ez a nem mindegy. És miket, ha szabad tudnom? Nem szabad. Na. Nem akarjuk, hogy elbízza magát, kedves Makács. Papa, nem kellene neked már készülődnöd? De igen, Aránkám. Köszönöm, Mátyás. Kedves Makács úr, annyira sajnálom, hogy Terka lányommal megint elkerülték egymást. Á, tudja, ez a sok munka, de este operába megyünk. Terka is ott lesz. Kérem, csatlakozzon hozzánk. Ha már így kettesben beszélgetünk, ha beszélne a kedves nagybátyjával, a főtanácsos úrral, hogy a te holnap esti vacsorán, tudja, Terka is ott lesz, csatlakozna hozzánk. Én köszönöm a meghívást, át fogom adni. Akkor én most megyek is, felveszem a frakkomat, és minden programomat félretéve várom Terka kisasszonyt az operában. Ajánlom magamat, kezét csókolom. Kezében. Csak a mai posta, nagyságos asszonyom. Posta, tálcán. No hát, már azt hittem valami ennivalódhoz. Ne aggódjon, nagyságos asszonyom, én szigorú őre vagyok az ön diétájának. Ha, könnyű annak tartani az étrendet, aki hozza. Hanem de aki eszi, ugye?
Van az úgy, kérem, hogy az emberfia amáliázik. Mit csinál, kérem? Amáliázik. Pardon, nagyságos asszonyom. A gróf úr házánál volt egy idősebb hölgyrokon, bizonyos Amália grófnő, akinek némi gondja akadt az étkezéssel, és amikor kúrára fogták, nagyon furcsa módra viselkedett, kérem. Előfordult, hogy megvárta, amíg a házlakói lefekszenek. Esetleg elmennek otthonról. Ilyenkor kapta magát, hívott egy taxit, elment a legközelebbi kis kocsmába, és ott végig zabálta az egész étlapot. Nagyszerű, kérem! Hiszen nagyszerű! Valóban, kérem, mi is sokat kacagtunk rajta. Azóta terjedt el a körökben, hogyha valaki nem tudja tartani az étkezési előírásokat, arra azt mondjuk, hogy amáliázik, kérem. Igen, ez valóban nagyszerű. Hipolit, kérem, mi van a postában? Ó, semmi különös, nagyságos asszonyom, néhány prospektus és a rezet a fogadó ajánlata. Ezt az egyet, kérem, adja ide. Mindenféle habos sütemények. Hipolit, hol van ez a rezet a fogadó? Pardon, nagyságos asszonyom. Ha a címből jól látom, nem olyan messze, talán két saroknyira innél. Hát ez nagyon jó. Fatányíros szalonnával. Hipolit, mit csinál a Terka? A Terka kisasszony a szobájába vonult, én most öltözik át, kérem. Ó, kérem, ez nagyon-nagyon jó. Mondja neki, hogy Makács az operába várja, menjen oda sürgősen. Mert hát tudja... Én nagyon gyengélkedem, rosszul vagyok. Rosszul vagyok. Jaj, kérem, mondja meg a férjemnek is, hogy menjen az operába. Értem. Mert ugye hát ezek a... gyengélkedem is. És kérem, mindenkinek mondja. Mindenki menjen az operába. Igen, és nagyságos asszonyom, mindenki menjen az operába. Bocsánat a késői zavarásért, asszonyom, de Terka kisasszony? Terka kisasszony öltözködik, az operába mennek Makács úrral. Makács úrral? Na de... Ó, semmi, na de kérem! Hát maga, mint a vállalat régi alkalmazottja. Hát igazán megértheti, hogy Terka kisasszony és Makács úr. Terka kisasszony és Makács úr? Nem értem. Hát bevesszük a cégbe. Ő lesz az új főnöke, ugyebár. Úgy? Hát kérem, mit lepődik ezen meg annyira? Tudhatja, hogy ez a társulás nekünk a városi szemétszállításokat jelentheti. Hát gratulálok, asszonyom! És mondja meg Terka kisasszonynak, hogy a mai nappal megváltam a cégtől. Ajánlom magamat! Na, végre ettől is megszabadultam. Hipolit, kérem, menjen a konyhába, nézzen szép, mi van ott. Igen, és nagyságos asszonyom. Ettől is. Hipolit, kérem! Nem jött még Benedek István? De már itt volt Terka kisasszony, itt volt és el is ment. Elment? És miért? Ha jól hallottam, a nagyságos asszonnyal némi nézeteltéréssel támadt az üzletvezető úrnak. És mit mondott, mikor jön vissza? Attól tartok, nem egy hamar, kérem. Az üzletvezető úr megválni méltóztatott a vállalattól. Úgy, megválni méltóztatott. Hát akkor Hipolit, kérem, közölje a mamával és Makács úrral, hogy ma este nem megyek az operába. Terka kisasszony gyengélkedni méltóztat is? Igen! Ki megy az operába, kérem szépen? Édes Isten! Barátom! Már megbocsásod, de volna itt egy kis elintézni való. Parancsára, nagyságos uram! De ézzel, most az egyszer nem parancsolok, hanem kérem. Volna itt valami. Mi, kérem? Vagy mi? Mi?
Hogy, hogy mi? Hát mi? Hát... Mimi az ördleveles bokorban? Hogy hol kérem? Hát tudja! Mi van az ördleveles bokorban? Értem, kérem. De hogy érti? Engedelmet kérek, de értem. Na igen, akkor tessék, mondja. A Schneider úr el akarja blitzelni a Toszkát, helyette inkább elmenne Mimi kisasszonnyal a zöldleveles bokorba. Honnan tudja? Hát kérem, a gróf úrnak volt egy idősebb férfi rokona, aki krónikus volt. Aha. Na most abból is mindig én hámoztam ki az információkat. Na de én... Nem mondom, nagyságos urammal kicsit nehezebb a dolgom, de higgyel, már sínen vagyok. Na látja, ki kell találni valamit, hogy én azért nem tartok a feleségemmel az operába. Mert gyengélkedni méltóztatik. Na most mit szól? Ez nagyon egészséges gondolat. Mondja csak, menni fog ez nekem? Bízza csak rám, nagyságos uram, meg fogjuk oldani. Akkor jó. Én már megnyugtatok, ha még nem szólt, már nagyon. Szép jó estét, nagyságos asszonyom. Jó estét, pincér úr, kérem. Foglaljon helyet. Kérem az étlapot. Látom. Milyen kedves kis fogadó. Nem jártam még erre. Tessék, parancsolj, bocsános asszonyom. Köszönöm szépen. Hozzon nekem, kérem, egy fatányíros szalonnával. Egy fatányíros szalonnával. Jó sok rózsejblivel. Sok rózsejblivel. Előítelnek libamájat. Előítel libamáj. Desszertnek. Túrógombócot kérek. Sok tejföllel. Túrógombóc sok tejföllel. Igen, kérek. Pincér úr. Igen. Azután hozzon nekem egy pohárból. És kávé sok tejszínhabbal. Egy habos kávét tetszik, parancsol. Azonnal hozom. Pincér úr, kérem! Igen, nagyságos asszonyok? Tudja mit? Mindenek előtt hozzon nekem egy habos süteményt. Azonnal hozom. Jaj, de jó a habos sütemény. Mogyul van az ő. És a jó édes fény, mint a tapszár felé.
Hát az időből kiteli, erre iszunk.
megtanítjuk mulatni. Lányok, megtanítjuk az urakat a legújabb divatra? Igen, persze! Nézzétek csak fiúk ezt a remek tárgyat! Találkozunk a Mimi kisasszony. Megegyeztünk, Mimi kisasszony. Rendben van, öregem. Darab, de